és az őszinte érzések, mondani való biztos, hogy árad majd felétek, úgyhogy őszinte szeretettel fogadjátok őket, és azt is be kell valljam, hogy Lilla hangja nem csak a rádióban szól nagyon jól, hanem a színpadon is a mikrofonban, úgyhogy fogadjátok őket nagy szeretettel, nem csak Lillát, az egész zenekart színpadon, a Hello Pisti! Thank you.
megkerül a hőség ellenére, mert hogy hiába múlt el már 8 óra. Rólam úgy folyik a víz, hogy ha ide tennénk egy vödröt, akkor szerintem a koncert végére biztosan megtenne, de biztos nem én vagyok az egyetlen, aki így van ezzel. A következő dalunk pedig az Ébredj fel névre hallgat. Úgyhogy a Péntek című dalunk következik, Ricsi írta. Thank you.
Fesztivál. Jön a buborék. Na, ennek a szövegét nem a Ricsi írta, hanem egy Artisziusz díjas dalszövegíró, tök jó, hogy együtt tudtunk dolgozni. Huber Szabolcsnak hívják. Köszönjük neki nagyon-nagyon szépen, hogy együtt működött velünk, hogy együtt dolgozhatunk. Nekem meg a szempilla spirálom már a szemgolyomban van. De nem baj, folytassuk. Hozta a hangulatot. Etil Express. Nagyon-nagyon kell vigyázni, mert nem mindegy, hogy egy alkohol, etilalkohol vagy metilalkohol. A metilhez, hát ne legyen közötök. Az etilhez lehet, de csak óvatosan, főleg ebben a melegben. Szálljunk fel együtt az Etil Expressre. Thank you.
annak is, hogy itt táncoltok. Az előbb buborék, most meg tánc, hát nagyon jól érezzük magunkat mi. Köszönjük szépen! Igaz, hogy nyár van, de a Kabátos időszak című dalunk jön. Egy kicsit, hát ez egy ilyen őszi hangulatú dal, de azért fogadjátok nagyon nagy szeretettel. Kicsit legalább felfrissülünk, lehűlünk itt a nagy melegben. Yeah.
Sili. Ki szereti a ska zenét? Ha szeretitek, ha nem. Én is szeretem, én is szeretem. Ez egy igazi kis bulizós hangulatú dalunk, amit a Ricsi egyébként pont nem a mi zenekarunknak írt először, de aztán valahogy így átvettük, úgyhogy... Másodszor? De másodszor már nekünk írtad, meg hát nyilván alakítottunk is rajta. Fantomház! Legyen a kontraszt meg. Igen, hogy legyen meg a kontraszt. Egy lassú dal következik, ugye
tavaly volt Petőfi születésének a 200. évfordulója, és én ebből az alkalomból kölcsönvettem két Petőfi verset, összegyúrtam és írtam hozzá, és így született meg ez a dal, a Boldogtalan. Thank you.
szépen, hát igen, néha azt érzi az ember, hogy egy nap, hogyha kétszer 24 órával állna, akkor sem lenne elég. Azon gondolkoztam, mit csinálnék, hogyha lenne plusz 24 órám. Aludnék biztos. Meg dalokat írnék. Így Ericsi azt írnánk. Ja, alvás közben. Alvás közben? Persze. És jön egy olyan dal, amit a kisfiamnak írtam. Nincs itt már három év. Jó, attól még itt lehetne, de hát ugye nem tudnánk fel itt most figyelni. Az a cím, hogy Altató. És elnézést mindenkitől, hogy Altató. Yeah.
szépen a nyitvet, és úgy megakad a szemem az, ami lassú disznó, és kicsit úgy magamra veszem, de azért reméljük, hogy nem erről van szó. A következő dalunk lehet, hogy ismerős lesz néhányoknak. Igen, ez volt az a dal, amivel bejutottunk az idei dal legjobb 40 produkciója közé. Hatalmas élmény volt nekünk, úgyhogy még mindig úgy elevenen él bennünk ez az egész. És akkor elérkeztünk az utolsó számunkhoz, úgyhogy szeretném is megkérni a kedves zenekart, hogy játsszák, és akkor én meg közben bemutatom a zenekart. Pénz és élet, ez az utolsó dalunk. De jó szemcsód van, ez foszforeszkál? Mert ugye nem, úgy lát, innen úgy néz ki, ahogy így világítanak a fények, mint hogyha egy világít. Hú, nekem is kéne egy ilyen asztal. Persze nem különözöm el. Köszönjük mindenkinek, aki itt volt ma este velünk, és meghallgatta a koncertet. Nagyon hálásak vagyunk nektek.
Köszönjük, hogy végig hallgattatok, itt voltatok. Remélem, jöhetünk máskor is. Sziasztok!